Hogyan lett a barátom bitcoin milliómos? Van egy osztrák cimborám, akit Pascalnak hívnak, és hát mint mindenki, ő is szeretne egy kicsivel többet keresni. A DX-en és a ganodermás kávé az nem volt a számára eléggé meggyőző, mert hát itt nem hullanak a milliók csak úgy az ember ölébe, tenni is kell érte dolgokat, meg hát lassan is. Az ő elképzeléséhez képest lassan is történik ez a pénznyereség. Egyszer a Facebook hírfolyamában olvasott egy cikket arról, hogy egy osztrák műsorban, ahol ilyen startup vállalkozók meg feltalálók beszélhetnek befektetőkkel, és meggyőzhetik őket arról, hogy fektessenek be az ő ötletükbe vagy a cégükbe. Volt két egyetemista srác, aki feltalált valami algoritmust, amelyik teljesen automatikusan kereskedik bitcoinnal. És ott az adás alatt az egyik befektető feltette ezt az applikációt a telefonjára, és mire vége lett az adásnak, a 250 euróból, amit be kell fizetni, már 330-at csinált neki ez az algoritmus teljesen automatikusan. Na hát erre Pascal mindjárt rácsapott arra a weboldalra, ahol regisztrálni kellett. Minden rendben is volt, és egy olyan 2-3 perc elteltével elkezdett csörögni a telefonja. Valaki hívta, aki szépen kvázi kézen fogva segített neki 250 eurót feltölteni arra a számlára, ahonnan aztán majd indul ez a kereskedés. Ez rendben is volt, aztán utána folyamatosan csörgött a telefon, mindenféle országhívószámról keresték emberek, és mindannyian ezt a 250 eurót akarták, hogy töltse fel az ő számlájukra, hogy kereskedhessen a számára bitcoinnal. Na innentől egy kicsit gyanús lett neki a dolog, visszament arra a weboldalra, és nagy nehezen megtalálta azt a linket, ahol kérhette, hogy fizessék ki neki azt a pénzt, ami a kvázi a számláján van. Másnap kapott egy e-mailt, hogy ennek semmi akadálya, fénymásolja be az útlevelét, a lakcím igazolását, ami Ausztriában nem egy kártya, hanem egy ilyen A4-es lap. Három utolsó közüzemi számlát, amit befizetett, és most figyelj, a hitelkártyájának mind a két oldalát. Azt is, ahol az az ellenőrző számban. És hát erről ő nemet mondott. Szerintem a 21. században nincs olyan hülye ember, aki a hitelkártyájának a fénymásolatát elküldeni bárkinek az interneten. És aztán következett néhány e-mail váltás. A cég semmiképpen nem akart visszafizetni neki semmilyen pénzt, addig, amíg ezeket a dolgokat el nem küldi. Ő pedig semmi áron nem akarta ezt megtenni, hanem egyszerűen kérte vissza a 250 euróját. És amikor már megfenyegette őket azzal, hogy feljelentést tesz a rendőrségen, onnantól kezdve egy-két napon belül egyszer csak ott volt a számláján ez a 250 euró. Szóval visszatérve az első kérdésre, hogy hogy lett Pascal bitcoin milliómos, hát sehogy nem lett. Ezt az egész történetet csak azért meséltem el, hogy megmutassam, hogy milyen kifinomult módszerek vannak. Én nem állítom, hogy a bitcoinnal nem lehet milliómosnak lenni. Én azt gondolom, hogy ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az nem is igaz. A történetnek a záró akkordja még, hogy azóta is hívogatják őt mindenféle országhívószámról. Ezeket a számokat folyamatosan tiltja le a telefonján, de amikor még felvette, akkor újra és újra rá akarták beszélni erőnek erejével, hogy de ő kereskedjen bitcoinnal, mert az a nagy üzlet manapság. Az egészen kapcsolatban csak az a véleményem, hogy a DX-ennél senki nem hívogat senkit, hogy vásároljon, senki nem kéri el a 250 eurót a csatlakozáskor. Igaz, senki nem ígéri azt, hogy egy műsor leforgása alatt, tehát egy órán belül több száz eurós hasznot fog neked csinálni, teljesen automatikusan. Itt dolgozni kell érte, de legalább nem is csap be senki. Hogyha nem akarsz lemaradni a következő videókról, akkor lájkold a Facebook oldalamat, és iratkozz fel a YouTube csatornámra. Ha van egy kérdésed, amire választ szeretnél kapni, akkor tedd fel kommentben. Tarts velem, és váltsunk azt ott együtt!